Talán az idehaza télire fordult időjárás is azt jelzi, közeleg a Szocsi Olimpia, minden idők legdrágább rendezésű olimpiai játéka, amelyen népes magyar versenyző csapat is indul, különösen a gyors korcsolyázók tettek ki magukért. Közülük most Kónya Zsófia Lilla jött el hozzánk, hogy segítsen bemutatni Murányi András Nemzeti Sport főszerkesztőhelyettesnek helyettesnek a Szocsira készült magazinját, amelyet egyébként majd minden olimpikon megkap utazás előtt. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. kívánok! Andris, miért jött az ötlet, hogy kell egy ilyen eligazítás? Nem, amúgy mindig nagy kérdés, hogy téli olimpia mennyire érdekel az minket, a közönséget, és mennyivel érdekel jobban, hogyha közelebb van hozzánk, mint amikor kontinensekkel arrébb. Hát azt mondanám, hogy bele kell nézni, és akkor kiderül, hogy miért jött az ötlet. Ez egy rendkívül nívós kiadvány, nyilván most haza beszélek, hiszen ebben a kiadványban minden megtalálható, amit Szocsiról tudni kell, vagy egyáltalán az olimpia történetről tudni kell, tehát egy komplex kiadvány. Hát nézz oda, azt lehet elemezgetni, hogy hányadik legnézettebb sportesemény a Földön a téli olimpia. Lehet azt mondani, rá, hogy ez nem az igazi olimpia, nem labdarúgó világbajnokság vagy Európa bajnokság, de hát mégis azért mindenki fókuszál a műkorcsia versenyekre, gyors korcsia versenyekre, egyebekre. Tehát azért az emberek érdeklődésének a, az emberek többségének az érdeklődését azért kiváltja a Szocsi Olimpia. A megkeresés az nagyon egyszerű volt. A mob közösen úgy gondoltuk, hogy készítünk egy ilyen kiadványt. Ez meg is valósult, és hát tegnap már meg is kapták a sportolók, ha jól emlékszem, az eskütételen, és információim szerint nem is nagyon rakták le, hanem Egyből elkezdték ott forgat, forgatgatni, és nem is figyeltek ott igazából arra, hogy milyen uh, esküszöveget kell mondani, mert gyakorlatilag ez volt a kezükben végig. Zsófi, neked is? Igen, nagyon örültem, amikor megláttam ezt a kiadványt. Uh, igazából én nem is tudtam, hogy lesz ilyen, úgyhogy kicsit meg is lepődtem, de aztán tényleg az egész csöpöt így elkezdtük lapozgatni, és mindenkinek nagyon tetszett. Mi az, amit, amire te leginkább kíváncsi vagy Szocsiról, a helyszínről, a környezetről? Most nem feltétlenül csak a gyorskorcsi versenyre gondol, csak az ember elmegy mondjuk valahova külföldre, nem feltétlenül hetente jár oda. Mi az, ami legjobban izgat téged ebben, hogy éppen pont Szocsiban, hogy ott lesz az olimpia? Elsősorban engem maga az olimpiai falu érdekel, mert azt hallottam róla, hogy biztos, hogy nagyon szép lesz, és Hát nyilván egy, úgy, hogy én olimpikon vagyok, és úgy megyek oda, így még nagyobb élmény lesz látni ezt a falut, és ö, szeretnék elmenni például Nagy Konrádnak a versenyére is, ugye aki velünk edzett, csak átment a pályára, az is nagyon érdekelne, és természetesen a, a versenyre nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a hangulat, mennyi ember lesz. Hát biztos nagyon sokan lesznek. Itthon a felkészülés során, meg egyáltalán az elmúlt hónapokban te milyennek érzékelted a, a környezet, a meg a sportrajongóknak az érdeklődését, hogy na, mennek például a lányok a, az olimpiára, a téli olimpiára? Igen, így, hogy közeledik az olimpia, így egyre több médiás is megkeresett minket és láttunk a jégpályán is pár ismeretlen embert, akit nem tudtunk hova helyezni, aztán kiderült, hogy hogy ők is a Nem merényűk voltak szerencsére Vagy biztonsági ember. Igen. <laughs> <lehet> isetlen, igen. <laughs> ők is érdeklődőek. Uh -huh. Na, Andris, nézzük, hogy mi az, aminek ebben mindenképpen benne kellett lennie ebben a magazinban. Hát ugye a magyar versenyzők bemutatása az mondjuk egyértelmű, olimpia történet az egyértelmű, és hát, ahogy mondtam az elején, gyakorlatilag minden, hát most elkezdeném sorolni, akkor legalább fél órán keresztül itt ülnénk ebben a stúdióban. Ami nagyon fontos, hogy nem csak azért figyel majd Szocsira a világ, mert hogy téli játékokat rendeznek, hanem azért is, mert Oroszország ugye másodszor rendez olimpiát, pontosabban téli olimpiát először, a nyári olimpiát már rendezett egy csonkát ugye 1980-ban, és hát olyan iszonyatos fejlesztéseket eszközöltek a az orosz vendéglátók, hogy itt valamilyen hiper-szuper olimpiáról lesz majd szó. Tehát eh, ahogy az ember nézegette a Szocsiból jövő híreket, meg az Oroszországból jövő híreket, most nem feltétlenül a terrorfenyegetettségre és a robbantásokra és egyebekre gondolok, hanem azt, hogy milyen komplexumok épülnek, hogyan, miként helyezik majd el a sportolókat. Hát én azt mondom, hogy ez egy nagyon 21. századi olimpia lesz majd ilyen félelmek, aggodalmak nincsenek benned, bennetek, amikor a híreket olvassátok? Milyen egy biztonsági kicsit. intézkedések, hogy előtt azért ha, nagyon messze, nagyon távol, több mint 1000 kilométerre voltak a robbantások, de az, hogy azért megpróbálják majd ezt az olimpiát beárnyékolni, lesznek olyan törekvések. Igen, egy picit megijedtem az első hír hírhallatán, de aztán kaptunk egy olyan e-mailt, hogy igazából ez nem is volt valós, ugye ez a fenyegető levél és én bízom a, az oroszokban, hogy ők megfelelően fel tudnak készülni, és biztonságosá tudják tenni a felüt, úgyhogy egyáltalán nem aggódok ilyenek miatt. Az új orosz-magyar barátság egyébként. Egyértelmű, hogy Zsófi bízik Putyinának belőle, <laughs> szerint, hogy kellően kemény kezű lesz. Fog-e ártani szerinted, Andris, ennek az olimpiának a nyugati politikusok bolykotja? Mert hát Putyin elnök két dolgot ígérhet, Szocsiban nem lesz meleg, meg nem lesznek melegek. Hát igen, ehhez képest, hogyha mi megnézzük a felépő német csapat ruházatát, amely nem feltétlenül a német hagyományokhoz igazodik majd, hanem másfajta um, attitűdöket jelenít meg, azt, hogy ilyen finoman fogalmaznom, akkor azt mondom, hogy hát itt vannak készülődések, meg ugye hát néhány államfő és kormányfő Fontos személy hogy nem vesz részt egy tiltakozási elől az olimpián. De, de egyes sportok biztos fogják provokálni a, a Lehet, hogy, lehet hogy lesz, mit tudom, én megint elcsattan egy csók két férfi vagy két nő között a dobogón, tehát ezt nem lehet kizárni. Nyilván, de én azt gondolom, hogy ugye a játékok azok a sportról szólnak, tehát akármi is történik. Nyilván az emberek nem azt nézik majd a hogy van, hogy ott van a német legfőbb ember, vagy a, 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 ilyen-olyan politikusok nyugatról megérkeztek -e? nyilván az is fontos, mert ugye kvázi ez legitimál, legitimál egy versenyt, de a, az igazi történet azért a pályán zajlik majd, a égen zajlik majd, meg a, a sípályákon zajlik majd, és e, egyébként amondó vagyok, hogy a játékok azokat is megérinti, akik nem feltétlenül e, kedvelik a téli sportokat, és éppen mondtam kint a, a stúdió előtt, hogy annak idején, amikor a Torinóban téli olimpián lehettem tíz napot, 2006-ban, akkor hát magam is úgy utaztam oda, hogy jó, hát nagyon szép sport, de hát úgy labda nincsen benne, mert hát azért ott, ott jönnek le az emberek, és akkor hogy figyelni kell gyorsan, az ember alig lát belőlük valamit. A jégkorunk az más nyilván, mert az, az azért a klasszikus sportokhoz közelebb van, de amikor például Huszár a negyedik helyét megnézhettem, és láttam azt az iszonyatos küzdelmet, azt az iszonyatos... Hát rugdosódásokat és egyébeket, amelyek kialakultak a, a pályán. azt a fajta hangulatot, amely körülölelte ezt az egész versenyt, akkor azért szépen megváltozott a véleményem. Tehát ez egy, ez egy nagyon kemény sport, nagyon jó sport, és egyébként a téli sportok azok nagyon rendben vannak, teljesen elviszik a nézőnek a figyelmét. Ráadásul, Zsófi, rajtatok azért nagy lesz magyar rész a figyelem, meg azért talán az elvárás is. Ez egy. Nagyon erős, fejlőben lévő csapat, nagyon szép eredményeket érmeke szerzett az elmúlt időszakban is. Bennetek van-e a. Mi van bennetek? A pontszerzés mindenképpen bennetek lehet? De szép lenne. Bizony. Szerintem ez kicsit nehéz feladat, de ugye az előző olimpiákon már bizonyítottak a többiek, hogy nem lehetetlen. Szóval szerintem ez, ez bennünk van és úgy gondolom, hogy a, ugye most volt a Dresdai EB, és itt is elég jól bebizonyítottuk, hogy, hogy a világ élmezőnyéhez tartozunk, úgyhogy én ezt megtisztelőnek érzem, hogy tőlünk várják a legtöbbet. Te például ebben a, ebben a korcsolyában fogsz pályára lépni? Igen, ez az én korcsolyám, és ebben fogok korizni ennek döntő jelentősége van, tehát hogyha mondjuk ezt elveszítenéd, akkor, bármit, hogy ez így be van korcsolyázva, hogy mondja, még az, hogy látom. Igen, hát erről tudni kell, hogy ez egy lábra öntött cipő, az én lábamra van öntve, tehát más nem is nagyon tudná felvenni. A pengét pedig, hát ugye annak van egy hajlítása is, és egy íve is, ugye ezek ilyen technikai dolgok, amik szintén az én személyemre vannak beállítva. Úgyhogy másik korcsolyával nem igazán tudnék kort Korizni. Nem beszélt, hogy négy biztonsági ember eljött egyébként, ők hozták ezt a kocsiját, nehogy eltűnjön. Rófi, a végel értünk. Én csak azt kívánhatom, hogy legközelebb majd az olimpia után már ne csak a lábadra, hanem majd a lábadból ki is öntsék azt a szobrot, <laughs> ami a jó eredmény után járni fognak. Köszönöm szépen. Hajrá. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük.